Kaluss Ferenc legújabb kalandjai, Tarlós Lázár csörte, rejtélyes partifotók Pásztor Albertről. Obama Tallinnban védelmet ígért a balti államoknak, Kövér László Budapesten kiborult. Vendégeink Ceglédi Zoltán, a Republikon Intézet vezető tanácsadója, és Dévényi István, a válasz.hu felelős szerkesztője. Jó estét kívánok, ez a Hírvita, Somos András vagyok, és akkor kezdjük azzal, ami az utóbbi hónapokban egy forrongó gócpont volt, ez Borsod megye és Miskolc, ahol Pásztor Albertről egy olyan információ került elő, egyébként néhány hete ezt ő közölte, hogy őt zsarolják. Most meg a Klubrádióban azt mondta egy megbeszélős műsorban, nem biztos, hogy a műfajt általában is létezik, hogy egy legénybúcsún, amit nem nevezett meg, hogy, de gondolom nem az ő legénybúcsúja, hogy egy legénybúcsún olyan pozícióban gyakorlatilag fényképezték le, amivel kapcsolatban ez az eset, ez valójában fennáll, hogy őt zsarolják. Hát, hogyha nem valami... Televízióban vagyunk, hogyha ez egy 12-es karikás történet, akkor még kifejezetten segíteni is fog a kampányában, az elérésekben. Szeretik ettől... a népek a fickós jelölteket? Hát azt gondolom, hogyha valami szoftos dologról van szó, akkor még hozzájárulhat annak a profilnak a színesítése, amivel ő rendelkezik, de bármi ennél durvább, azért ma Magyarországon egyet jelent azzal, hogy az illetőtől nagyon sokan távolságot tartanak. Ugyanakkor nem tudom, hogy az egész ez nem arról szól-e, hogy ő bedobott most valamit, hogy foglalkozzanak vele. Hát azért az merész lenne, nem? Tehát, hogy egy ilyen sztorival előállni, hogy foglalkozzanak. Tényleg egy kicsit egyébként elült, abban igazad van a pásztor sztori. De én bocsánat, ő is megcsinálta a vödrös mutatványt egyébként, azt nem tudom, láttátok-e? Azt nem láttam. Hát ez figyelben, tehát a vödrös cunamiban már elveszítette igen, az ember tehát, a hogy úgy látszik, hogy városvezetőnek jelentkezni akar valaki, olyan helyen, ahol van meccs, akkor bele kell húzni a fejébe egy jeges vödörnyi vizet. Ló volt-e? Szerintem nem, ott a helyi szökőkútnál adta elő a performance-ot, és panaszkodott is, azt hiszem, hogy nem elég hideg a víz, de bocsánat, közben hagytam. Nem, csak hogy szerintem ez egy ilyen proaktív, valami a fülébe juthatott pásztor úrnak, hogy valóban ezek a fotók. Én ezt a zsarolási sztorit egy kicsit olyan gyenge lábakon állónak érzem, hogy ő ezt elmondta a Klubrádióban, mert ugye valami ilyesmit mondott, hogy megkereste egy figura, leültek nyilvánosan egyébként, és nem hallotta senki, hogy miről beszélgetnek, de többen láthatták őket, és hogy majd legközelebb az ügyvédjével tér vissza, mondta ez az illető, és hogy azóta semmit nem hallott felőle, de mivel ő nem, semmi vállalhatatlan nem gondol bele azokba a fotókba, amit ő egyébként mi nem látott, ezért most így a nyilvánosság elé tárja. Tehát, hogy szerintem ő értesülhetett arról, hogy ezek a fotók vagy valamelyik politikai ellenfelének a kezébe kerültek, vagy valamelyik média fiókjában rajta található, van. És majd egy megfelelő pillanatban előkerülhetnek esetleg, és akkor mint ahogy Kunhalmi Ágnes is előállt, és ugye megtisztulva, vagy magát megtisztultnak gondolván vágott bele a politikai karrierének a további építésébe, egy ilyesmi megelőző csapás akar ez lenni Pásztor Albertől is. Meglátjuk, szerintem elő fognak kerülni ezek a fotók, tehát ha fegyver van, az el szokott sülni, ha de akkor itt arról legernős fotó van, az meg elő szokott kerülni. De akkor itt arról lehet szó, nem? Hogy egyfajta megelőző csapásként. Én ezt gondolom, mert... persze. Mondom, én a zsarolás sztorit nem igazán tudom elhinni. Most azt lássuk be, hogy például politikai erő egy ilyennel is így nyilván nem állna elő. Tehát az egy hatalmas öngól lenne, hogyha bármelyik politikai ellenfele próbálná úgymond jobb ellátásra és visszalépésre rávenni. Ami érdekes az ügyben az, hogy a Fidesz-KDNP, a helyi Fidesz-KDNP kiadott egy állásfoglalást, amelyben azt állítja, hogy ez a kép, ez gyakorlatilag akkor készült, amikor ő egy aktív rendőrkapitány volt a városban, és hogy arra kíváncsi a helyi csoport, hogy indult-e a rendőrségen belül egy etikai eljárás, ami egy érdekes felvetés. Nem tudom, egy másik érdekes felvetést rávarhatok-e arra, hogy egy olyan képről beszélünk, aminek a tartalmáról fogalmunk sincsen, tehát várunk itt Godóra, lehet, hogy soha nem jön el. Én nem hallgattam ezt az ominózus műsort, be kell, hogy valljam, uzsonnáztam, és nem fér össze azzal, hogy ilyesmi történjen közben, hogy Pásztor Albert adott esetben ledírnős kalandjairól értesüljek, de ami a lényeg, fogalmunk sincs, hogy mi van ezen a képen, de már mindenki, mi is, de ezek szerint a helyi Fidesz-KDNP is erről
beszél, ami külön mókás. Én nem tudom, hogy egy rendőrkapitánynak hogyan szabályozzák a jogszabályok vagy rendeletek az ő viselkedési normáit, hogy mit tehet meg és mit nem, elmehet egy legénybúcsúba, pontosan milyen ruhadaraboknak kell lenni, milyen hölgyeken és milyen távolságra tőle ahhoz, hogy ez ne jelentsen problémát. Az tény egyébként, hogy ugye, mivel Pásztor Albertet egy ilyen jobboldalinak is mondott, vagy tűnő szavazókra is, szavazók behúzására, elérésére és esélyes polgármesterként próbálta indítani ott a most bele sem megyek, hogy pontosan mely pártok, mert ez továbbra sem egyértelmű, ha jól tudom. Szóval a lényeg az, hogy ilyenkor érdemes őt ilyesmivel támadni, ezt ismerhették föl helyben is. Nekem vannak ilyen, ezek szerint túl fínyás igényeim, hogy azért alapvetően egy ilyen kampány időszakban egy jelölt próbálja meg egyúttal az ő pozíciójához jobban illő üzenetekkel is megtalálni a közvéleményt. Nem is biztos, hogy nekem Budapesten tudnom kéne róla, hogy ő mit csinál, de Miskolcon valószínűleg azért sok mindent kell mondani és tenni azért, hogy a szavazókat mondjuk egy program alapon üzenetekkel megszólítsa. Ez a kép nekem, most túl azon, hogy korlátozottan érdekel az egész történet, de ezt ne vegyétek kritikának. Ez nekem ilyen fölösleges, a felületet mástól elvevő uborka szezonra jellemző sztori. Ez egyébként belesodródhat az ember ilyen marhaságban. Tehát lássuk be, hogy ha elhívnak minket egy legény búcsúra, és a valamelyik idétlen címboránk szervezi, és mondjuk kicsit túllő a célon, akkor simán belesodródhat bármelyikünk olyan helyzetbe, vagy olyan fotók fognak készülni róla, ami mondjuk nem a legszerencsésebb a közéleti karrierjének a épülése hát szempontjából. Igen, egy fotón nem látszik, hogy az ember mérhetetlenül kényelmetlenül érzi magát közben, és feszeng, nem? Hát de most egy legény búcsú nyilván nem faharccal fogsz ott ücsörögni, hogy ha már vagy félrevonulsz. Tehát persze, mondjuk az ember építeni akarja tényleg a karrierét is, hogy ilyen előrelátóan gondolkodik, akkor már 14 éves korától minden bulik van a sarokban, mint egy szomorú bölcsész ücsörög a sarokban, és akkor semmiféle ilyen vizuális atrocitás vagy nem érheti. Uh-huh. Szerintem, én ahogy elolvastam ezt az egészet, ami úgy nagyon nem tetszett ebben magán, azon a körítésen kívül, amit mondtam, hogy a pásztor úr így köré épített, az, hogy ahogy nyilatkozott erről az egészről, hogy azt mondta, hogy úriemberek plusz ledérnők, hát ilyen egy legény búcsú, de hát nem ilyen egy legény búcsú, tehát azért ez nem feltétlenül kell így kinéznie. Nekem egy picit egyébként ez volt az a pillanat, nem is az, hogy fotó, meg nem is a zsarolás, hanem az, amikor lehullott ez a állarcon a pásztor Albertről, és ott volt mögötte a... Hát tudod, hogy a politikai kommunikáció szempontjából valószínűleg ezek egyébként jó mondatok voltak. Tehát amire Pásztor Albertet megpróbálják fölépíteni, amerre ő tör, arra ez egyébként jó üzenet. Hát így van, tehát ugyanaz a történet, amit az óriás plakátra kiraktak, hogy Miskolc a miskolciaké, ugyanaz a történet, amikor megpróbálták relativizálni az ő nyilatkozatát, amit a romákkal kapcsolatban, tehát ez egész rendőrkapitány volt, tehát rendet fog rakni, ő egy olyan férfi. Üzenjük Ferencvárosnak több tiszteletet Diós Győrnek. Hát a lényeg az, hogy nekünk itt nem biztos, mert nyilván más mércével dolgozunk, nem biztos, hogy ez annyira szimpatikus, de azok az elképzelt, vagy hogyha csináltak kutatást, akkor abban megtalált potenciális szavazók, azok lehet, hogy ezt szeretik, vagy szeretnék. Beszéltünk komolyabb témákról is, hogy harmadik, de ez egyébként jó volt, hogy kibeszéltük, csak volt egy fontosabb momentum is, a harmadik körébe ért Lázár János, miniszterelnökséget vezető miniszter, és Tarlós István szóváltása. Ugye az az előzmény, hogy azzal állt elő Tarlós István, hogy úgy értesül, hogy Lázár János szeretné, ha elmaradnának bizonyos beruházások, ilyen akár a Margit-sziget. Erre mondta Lázár János, hogy hát Brüsszelbe kéne menni lobbizni, hiszen ott van a pénz, és akkor erre mondta Tarlós István, hogy de ez a tévedés. És azt is mondta Lázár János, hogy egyébként, ha már Brüsszelről van szó, akkor gyakorlatilag ők leszakadó térségeket szoktak pénzelni, tehát nem igazán kecsegtetett sikerrel, de ha kivételt tesznek ez esetben, akkor Tarlós Istvánnak szerencséje van. Válasszuk ezt ketté szerintem. Válasszuk. Beszélhetünk arról, hogy tartalmilag kinek van igaza. Én az általam ismert információk alapján arra hajlok, hogy inkább Tarlós Istvánnak, mert Brüsszel nem kizárólag leszakadó térségeknek küld pénzt, hanem igenis szokott. Ez a harmadik kör, amit most te mondasz. Így van. Amikor ezt helyes, hogy átvetted a szót. Igen. Bocsánat. Tarlós István is ezt tette nyilvánvalóvá, plusz azt, hogy azért alapvetően a kormány felelőssége az, hogy milyen projekteket tart támogatandónak, azzal lehet utána Brüsszelbe menni és onnan pénzt kérni. De ez a dolognak a tartalmi része. Szerintem ehhez
ehhez EU-s, meg közpénzekhez, meg uniós pénzekhez értő támogatásokhoz értő, úgymond szakértők ezt két perc alatt el tudják dönteni, hogy kinek van igaza. Ami ennél egy érdekesebb történet számomra, akit inkább a politikai kommunikáció szokott érdekelni, hogy ez az egész dolog miről szól. És egy nagyon érdekes win-win helyzet kezd előállni, mert ez szinte mindenkinek jó, mármint a fideszes oldalon, az ellenzéknek nyilván ez sokkal kevésbé frankó, és hát az ellenzék nem minden tagja ledérnőzik, mint ahogy azt megbeszéltük az előbb. Ugye ez jó Tarlós Istvánnak. Tekintve, hogy neki, hogyha bármit a főpolgármesteri politikusi profilján így csiszolni kell, az a tény, hogy kicsit függetlenednek tűnjön a Fidesztől, ne tudják rá azt mondani, ami egyébként a fő támadási irány szokott lenni, hogy Orbán Viktor és a Fidesz zsinóról rángatott bábja, hogy nem száll szembe, hogy nem védi meg a budapestieket, nem egy budapesti, aki a Fidesznél és a kormánynál lobbizik, hanem egy fideszes, akit budapestére raktak. Jó vidéken is erről keveset beszélünk az ott induló Fidesz jelölteknek, és el tudják mondani, hogy szó sincs róla, hogy a kormány agyon támogatná Budapestet, azért szavazatok rám, mert látod, most egy olyan ember osztja az uniós pénzeket, aki sokkal inkább vidékre akarja vinni a cuccot, előbb fog csinálni villamost Hódmezővásárhelyen, mint Budapesten, szavaz rám, mert ezt el tudom érni. És nagyon jól ez az utolsó gondolatom, nagyon jól választották meg egyébként az ellenfelet, mert nem érzem teljesen spontánnak ezt a vitát, ezt is el kell, hogy mondjam, egy kis konstruáltságot érzek ebben. Nagyon jól választották meg az ellenfelet, ugye, hogyha egy Tarlós Orbán vita lenne, akkor mindenki azt számolgatná Vágnál Centit, hogy Tarlós István mikor lesz leváltva, láttuk, hogy ugye Orbán Viktorral nem nagyon szabad nyilvánosan vitatkozni. Lázár János kitűnően alkalmas erre, mert ő a miniszterelnök utáni második ember, vidéken volt polgármester, és egyértelmű, hogy a fővárosiak felé kevésbé elfogadott vagy szimpatikus szereplő. Bár ez nem mindig volt így, nem tudom, emlékeztek-e. Amennyiben? Volt olyan Lázár János karrierében olyan szakasz, amikor kifejezetten a budapesti értelmiség egy reménységet látott benne. Igen, ugye? Igen, hát sok mindent csinált ő, és valóban egyébként a budapesti értelmiség nagyon elismeri azt, azt gondolom, hogy amennyit én erről tudok jogosan, amit ő például az antiszegregációs ügyekért tett polgármesterként Hódmezővásárhelyen. Miről szól István ez a szóváltás, hiszen olyan szavakat is használ Tarlós István, hogy ostobaság ilyeneket gondolni, amit Lázár János mond, hogy így működik a pénzosztás Brüsszelben. Csak annyit, hogy ez a budapesti értelmiség, mint fogalom, ez így nagyon tetszett, hogy megjelent itt, mint erő. Hát mondhattam a Lenin körútat is, ez hát egyre hosszabb, igen. Szóval, igen. Hogy nagyon érdeklődéssel hallgattam ezt a történetet. Megmondom őszintén, hogy én nem gondoltam még így bele, ha ez így lenne, akkor az én hitem egy picit visszatérne a magyar politikába vetett hitem, mert hogy ilyen raffináltan és okosan mondjuk azt, hogy lineálisan mozog egyfajta irányba. Tehát, hogy ez nagyon rafinált lenne. Tehát, hogy egyszerre a vidéknek beszélni, a budapestieknek is, hogy ez a győztes-győztes helyzet előálljon, ez szenzációs lenne. Én de István, nagyon szeretnék kinézni ilyen bonyolultságot a magyar politikai elitből, de nem sikerül. A kis ujjából kirázza szerintem. Ennél sokkal bonyolultabb dolgokat is megoldottak. Tehát már nem arról az, hogy sok Poirot olvastál. Még egyszer mondom, én abból indulok ki, hogy ez kinek jó, milyen hatással jár. Igen, csak tehát ez a sztori nekem ott billeg, az egész billeg, de az alapjában ott billeg, amit elmeséltél, hogy nekem a Tarlósról egyáltalán nem az a kép dereng fel, hogy olyan nagyon a Fidesznek a bábja lenne. Tehát, hogy pont, hogy visszagondolok az elmúlt 4 évre, több konfliktus is előkerült. Tehát, hogy és még ugye ráadásul olyan szinten, hogy arról is volt szó, hogy nem is biztos, hogy ő lesz a jelölt. Tehát egy kicsit még úgy lebegtették is. Jó, persze tudtuk, hogy most a Fidesz hirtelen az utolsó pillanatban nem fog tudni, nem is akar előrántani a cilinderből valami csodajelöltet, de hogy mégis, hogyha szerintem megkezded az embereket, akkor nem... Na ez majd nagyon volt, ez a megkezded az embereket egy kicsit olyan volt, mint a fővárosi értelmiség. De ne tekintsünk el a mikrokörnyezettől, hiszen de a fővárost... Én nem érzem, hogy lesz neki ezzel a képpel kellene küzdenie, hogyha ez a bonyolult sztori állna, akkor ugye az lenne az ebben a fő csapásvonal, hogy Tarlóst meg kell tisztítani a rárakódott Fidesztől. Ugye ezt mondod. Én meg nem érzem, hogy lenne rárakódott Fidesz, hanem pont azt érzem, hogy sok ellentmondásos történet közben pont az egyik legerősebb Tarlóssal kapcsolatos jelző az lehet, hogy lám-lám, a Fidesznek van egy olyan főpolgármestere, meg főpolgármester jelöltje egy személyben, aki sokszor mert ellentmondani, vitatkozni, és még most is a kampányban is. Tehát, hogy
Nem tudom, ez nekem az a kép, az nem olyan erős, amit szerintem mondasz. Artikulált, ilyen módon megélt konfliktus, az korábban nem volt, mint amit most látunk. Külön vicces az, hogy nem tényszerűen megtörtént dolgokról van szó, hanem az itt az András említette a legelején, hogy Tarlós István valahonnan, valami forrásból úgy értesült, hogy ez így lehet. Tehát az egész cicaharc mögött egyébként nincsen valami, ami mondjuk egy döntésben, egy programban, vagy hasonló tényként megfogható formátumban jelenlévő probléma lenne. Ez az állítólag leállított összes budapesti fejlesztés és a vesztébe rohanó hármas metró sztoritól indult, ugye az volt az eleje ennek az egész Lázár Tarlós. Mi néhány hónapja volt. És az sikerült is, ha jól értem, igen, most bejelentették, hogy győztes módon, hogy az sikerült megoldani. Itt most ugye a Margit-szigetről, az állatkertről és hasonló ügyekről van szó. De Tarlós István védelmében, hát azért nagyon észnél kell lenni, mert itt nagyon gyorsan születnek döntések. Tehát az, hogyha nem kapcsol időben, akkor azért az... Ez tiszta sor, csak én azt gondolom, hogy érdemes azért azt a Tarlós profilt egy picit azzal gazdagítani, hogyha megnézzük. Azoknak a kritikáknak személy szerint szerintem is még alapja van, amikor arról beszélünk, hogy mióta Tarlós István főpolgármester, lényegében akadály nélkül sikerült úgy a fővárosi egészségügy, mint oktatás, és most ugye soron következő a fővárosi cégek államosítása, ezt mind úgy megtenni, hogy azért ő különösebben a szavát emiatt nem emelte föl. Látjuk az ő csatáit egyébként BKV-BKK ügyben is, Vitézi Dáviddal, aki szintén a Fidesz berkeiből került oda, és én nem gondolnám, hogy Tarlós István az az elmúlt 4 évben a függetlenségével szerzett magának ismertséget, vagy ez lenne a legfontosabb jelző vele kapcsolatban, és azért abban meg szerintem biztosak lehetünk, hogyha a Fidesz nem akarná, hogy ilyen üzengetés legyen Tarlós István és Lázár János között, akkor nem lenne ilyen üzengetés. Az a párt, ami tényleg vízzáró rétegekkel van körberakva, és hogyha azt mondja a vezetés, hogy nem, akkor nem, ha pedig igen, akkor igen, kizárt, hogy pont most így a nyilvánosság előtt Tarlós István, én nem akarom megbántani, de szerintem sok mindenhez ért, az utolsó helyek egyikén van a Facebook, ezt ő maga is el szokta mondani, hogy nem egy titkárnő, hogy számítógép legyen az asztalán, és ezzel az egész elő nem nagyon szeret foglalkozni, de hogy akkor most pont egy Facebook hozzászólásban, nem is hozzászólásban, Facebook posztban válaszoljon Lázár Jánosnak, ez nekem nem úgy tűnik, hogy az ő önjáró saját kezdeményezésére történt. Nem válaszolt ő, ez egy vitaindító Facebook poszt. Amit ráadásul valószínűleg ő írt, tehát hogy olyan szinten nem ért a Facebook poszt, hogy ő írja a saját posztján. Csak ő indította el, ugye? Hát, az, hogy ő Tarlós István leül a Facebook elé és ír egy Facebook posztot, én nekem nagyon nagy fantáziám van, idáig még nem jutottam. Atavisztikus a mondat. Na, én is tudtam akkor olyat mondani. Állítólag, tehát nekem vannak olyan ismerősém, akik azt állítják, hogy igenis, hogy ő írta ezt a bejegyzést. Nekem nincsenek ilyen ismerőseim, erről egy fénykép jobban érdekelne, mint Pásztor Albertről, az biztos. Beszélhetünk-e a baloldali pártok által megkísérelt lehetetlenségről, felépíteni Falos Ferenc karakterét? Igen, mert az mondat első feléből még nem volt egyértelmű, hogy melyikre gondolsz. Igen. Ja, értem, hogy több van? Ma beszéljünk csak egyről. Igen, tehát, hogy érdekes volt, hogy múlt héten találkozott Tóbiás Józseffel, és az Index azt írta, hogy ugye nem, a tervekkel ellentétben nem volt utána sajtótájékoztató, nem készültek közös képek. És hogy úgy tűnik, mintha az az információ, ami most jött ki, hogy a körülötte lévő csapatot is teljesen lecserélték a baloldali pártok, azt mutatná, hogy megpróbálnánk szoros kontrollat tartani. Rossz ez a következtetés? Ja, azt nem értem, hogy ez miért most történik meg. Hát nem így kellett volna. Hát össze 3 profi szervezet, állítólag pártok, állítólag választást akarnak nyerni, és akkor van egy stáb, meg van egy kampánycsapat, és ő viszi a főprogramot. Tehát, hogy én azt nem értem, hogy miért kellett ehhez a valószínűleg kitörölhetetlen emlékű videó, ugye, a jeges-vödrös videó, miért kellett ez a borzalmas pontja a magyar politika történetnek ahhoz, hogy megtörténjen egy természetes dolog? Igen, szerintem a minősítés nincs rendben, és nem tudom, hogy pontosan kifogalmazta meg az erről szóló hírt, hogy szoros kontroll alá vonják, hát akkor ilyen alapon tényleg Barack Obamától kezdve Orbán Viktorig mindenkit kritizáltunk az, hogy szoros kontroll alá vonták, hogyha valaki, pláne a főpolgármester esetében egy közvetlenül megválasztandó pozíció, tehát hogy az lesz a szavazólapon az ő neve, a másik, akkor mögötte alapból kell lenni egy profi csapatnak, aki nem szoros kontrollot tartja, de megír neki minden kis vesszőt, névelőt, kitalálja előre az összes videónak az összes másodpercét, tehát hogyha ez
szoros kontroll alá vonás megtörtént, ez azt jelenti, hogy akkor végre valahára elkezdődött, megint csak politikai kommunikációról beszélünk, egy kampánytevékenység, amely egyébként alapesetben természetes velejárója annak, hogy valaki egy politikai posztra meg akarja választani. De éppen ezért szerintem a hírt megelőző hír, ami nem híre, hogy az lenne a hír, hogy ebben van egy olyan hangulat, hogy összeálltak, kitalálták maguknak a jelöltet, majd el is engedték. Tehát, hogy azt mondták, hogy mert ilyenünk van, falus, ne is foglalkozz vele, mindegy. Nem. És akkor ő valami csapatot ott összeverbúvált, nem is nagyon tudtunk róla a létezésükről, csak amikor lecserélték őket. Ez a legrosszabb, nem, amikor valakinek csak a bukásokat derül ki, hogy ő létezett. Hogy, hát pontosan ezért, hogy nem veszik komolyan. Tehát, hogy ez egy lefutott meccsnek. Igen, de úgy jelölték, hogy ez úgy se lesz jó, mindegy, ez van, most megállapodtunk, mert még ez sokkal jobb, hogy van egy figura, aki legalább elviszi a balhét, mint hogyha azt a képet sugároznánk, hogy nem tudunk egymással megállapodni egy ilyen fontos ügyben. Ez egy ilyen rossz kompromisszumos jelölt. Tehát ezt ne felejtsük, az egyik pártnak a listavezetőjéről beszélünk. Tehát az, hogy mondjuk az együtt felrak valakit a lista élére, és ne vennék komolyan. Hát az együtt miről szól? Én most már a Bajnaitlan együtt a létezésének mondjuk most már nem az nagyon van oka és értelme, indoka semmi. Tehát, hogy nem hiszem, hogy néhány év múlva még az együttről, mint tényezőről fogunk tudni beszélni. Hát én sokszor hallom, bocsánat, azt a kifejezést, hogy Bajnai párt, most már ezt nem lehet mondani, ugye? Tehát ez most nehéz. De hogy miről szól ez az együtt, nem vette komolyan? Nem, én egyrészt azt picit másképp látom, amit te erről mondta, hogy ők összeálltak, nem álltak össze. Tehát, hogy ez a három párt, ez tettek, egyrészt az utolsó pillanatban megváltoztatott választási szabályok miatt arra kényszerült, hogy májusban egyébként mindhármójuknak sokkal szimpatikusabb módon megvalósított, illetve kettejüknek biztosan, mert az Együtt PM is, meg a DK is lényegében ünnepelte magát az EP választás után, hogy sikerült képviseletet szerezni az Európai Parlamentben. Hát az MSZP meg nem kampányolt úgy meg az, tulajdonképpen ez a két hely is, úgyhogy szépen csődben, akik tudták eleve, hogy mi van, azok rájuk szavaztak, úgy ez a két hely is egyfajta teljesítménynek mondható. A lényeg az, hogy ez a három párt, ez nem önként dalolva, és igazából nem, technikailag nem is állt össze, lett egy közösnek mondott főpolgármesterjelölt, aki nem is az igazából, hiszen az Együtt PM főpolgármester jelöltje, sokkal inkább a koordinált jelöltállítás, mint az összeállás kategóriába tartozik. Áprilisban akkor összeálltak, volt egy lista, azt vezette egy ember, akit mind a három párt így vagy a nevére vett, praktikusan akkor sem működött a dolog, mert nem. Tehát ugye az van, hogy nagy nehezen összehoztak ezek hárman valamit, és abban a pillanatban hátat fordítottak egymásnak áprilisban, és most sem látszik ez a fajta együttműködés. És csak a kérdésre válaszolva, hogy persze Falus Ferenc van az Együtt PM listájának az élén, de te vagy bárki más elvállalná azt, hogy ebben a helyzetben a választás előtt 22 másodperccel elindul főpolgármester jelöltként Tardos Istvánnal szemben úgy, hogy még egy közgyűlési helye sem lehet? Korai a kérdés, de mégis felvetődik, hogy ha netalántán nem Falus Ferenc lesz az, aki a főpolgármester lesz, akkor ki viszi el ezért a balhét, vagy ki lesz a felelős ezért? Szerintem nem lesz balhé. Hát túl vannak a nagy bukfencen. Nem tudom, hogy van-e még... Ne vicceljünk, azzal végződött a... Nem azért, mert viccelni. Azért gondolom, hogy nem lesz balhé, mert a Falus történeténél sokkal érdekesebb lesz az, hogy egy-egy kerületben főleg egy esélyesebbnek tartott, tehát nyerhető, mert a baloldal számára nyerhető kerületben, vagy vidéken a fontos helyeken mit produkálnak. Tehát Azt akartam mondani. Ilyen szempontból szerencsés helyzetben van, szerintem nincs élő ember is, ő maga sem, aki ezt az egész szituációt. Azt akartam mondani, hogy április 6-án egy olyan helyzet alakult ki itt a fővárosban, hogy fejfej mellett végzett a Fidesz, KDNP és a baloldal. Tehát az, hogyha mondjuk egy ilyen helyzetből veszítene egy olyan jelölt, akit mondjuk a baloldal jelöl, akkor az valaki számára mindenképpen kudarc, hiszen fél év alatt nem sikerült meglovagolni ezt az esélyt. Ugye egyfelől azért, amikor az önkormányzati helyek újraosztásáról beszélünk, akkor nem szabad elfelejteni, hogy van egy kiinduló helyzet. 2010-ben a Fidesz az tönkre nyerte magát az önkormányzatokban. Az összes megyei közgyűlésben például egy maga abszolút többséget szerzett, akkora lett a frakciója, hogy senkivel nem kellett összeállni. Most a Republikumon megnéztük, most van 5 megyében esély arra, hogy bár a Fidesz fog győzni, de valamiféle együttműködésre kényszerülhet. Az önkormányzatokban is, pont az általad említett vidéki önkormányzatokban is sokkal billegősebb a történet, ott is egy-egy pozíciót lehet szerezni.
ha az áprilisi eredmény ismétlődik meg, most csak a pártok leadott szavazatokat próbálom lefordítani az önkormányzati választáson elért eredményekre, akkor egy picit még jobban is fog szerepelni a baloldal. Ha a májusi, akkor valószínűleg rögzül a 2010-es eredmény. Tehát ezért kisebb a bukta és kisebb a várakozás, mint az országgyűlési választásokon voltak, mert ott egyértelműen összevethető adatok voltak. Itt most Nyíradonytól Erzsébetvárosig összehasonlítani, összevetni az adatokat egyrészt nem lesz annyira egyszerű, másrészt meg a kiinduló helyzet is a baloldal számára annyira borzalmas, hogy lejjebb már nem nagyon lehet esni. És hogy kiviszi el a balhét, valószínűleg én egyébként ilyenkor szoktak a kedves nézők megtalálni, hogyha én nem mondtam volna azt, hogy rossz a helyzet, akkor valószínűleg sokkal jobb lenne a helyzet. De hát ugye... De Budapesten veszíthetnek nagyobbat, mint tavasszal, nem? Tehát, hogy... De ugye tavasszal egy pártszavazás történt. Uh-huh. Most az önkormányzati pozíciók tekintetében szinte biztos vagyok abban a ma ismert számok alapján, hogy picit javulni fog a helyzet. Most, hogyha azt mondjuk, hogy azt vereségnek értékeljük, hogy az inkumbens pozícióban lévő eleve előnnyel induló Tarlós István meg tudta őrizni a helyét, mert a tényleg a nyár végén előrántott szegény Falus Ferenc az nem volt képes őt legyőzni, hát szóval nem biztos, hogy pont ezért kell elvinni a balhét, azért sokkal inkább, amit ezek a pártok a stratégiai kérdésekben művelnek, egy mondat ezzel kapcsolatban, hogyha ezt az összefogósdit végre befejeznék, és rájönnének arra, hogy vannak hárman, most legyünk jóindulatúak, és én mind a hármat létező formációnak gondolom, és ezek elkezdenének szavazókat gyűjteni, akkor 2018-ban, illetve az önkormányzati választásokat tekintve 2019-ben három létező formáció meglévő szavazótáborai ide-oda pakolásával lehetne valamit csinálni. Most nem ebben az egyenletben is van egy Gyurcsány Ferenc. Tehát, hogy ez jó, én is azt gondolom, hogy egyébként valami ilyesmi lenne a helyes irány, csak ebben az egyenletben normálisan viselkedő politikusok és politikai erők vannak, és nincs benne Gyurcsány Ferenc, aki... Én is kivonnám őt. De nem fogod tudni, mert ő ugye az egyik legfontosabb együttható, úgyhogy egyébként szerintem a kérdőjel, az meg a felkiáltójel is, az fel lett téve a parlamenti választásokat követően, ahhoz képest nem lesz új helyzet, vagy nincs új helyzet. Látjuk, hogy ez így nem működik, látjuk, hogy ez így gyenge, hogy nincs iránya a történetnek, nem megy sehova. Ehhez képest szerintem az, hogy az önkormányzati választáson lesznek-e mondjuk meglepetés győzelmek, vagy lesznek-e meglepetés vereségek a baloldal számára, az nem fog hozzátenni az alaphelyzethez semmit, ebbe teljesen egyetértek vele. Akkor eddig tartott a műsorunk, és az orosz helyzetet majd legfeljebb holnap értékeli a kollega. Köszönöm a figyelmüket, a híradó jön, viszontlátásra.